Az Erzsébet napi tudományos konferencia évenkénti összehívása több mint 20 éves hagyománya a Jászberényi Szent Erzsébet Kórháznak. Dr. Krasznai Péter a tudományos bizottság elnökének rövid köszöntőjét a főigazgató szavai követték. Tényleg régi hagyománya a kórházban, hogy a kórházban dolgozók és esetleg azon a szakterületen országos szinten tevékenykedő szakemberek úgymond beszámolnak a tapasztalataikról, munkáikról, ez egy blokk lesz. A szakmai tanácskozást megelőzően már 5. éve adnak át ezen a rendezvényen kórházi életműdíjakat az arra érdemeseknek. Ebben az évben az egyik életműdíjat dr. Donkó Margit radiológus főorvosnak ítélték. Dr. Donkó Margit diplomáját 1982-ben a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerezte. Szakvizsgája megszerzéséig a Szolnok megyei kórházban dolgozott radiológusként. Ezután 1987-ben a Jászberényi Kórház röntgenosztályára került, és azóta is 31 éve töretlenül hűséges kórházához. Nagyon nagy boldogságot jelent, és nem is számítottam rá, hogy ilyen ér, úgyhogy meghatódott vagyok. Dr. Donkó Margit mellett egy másik a kórház életében kiemelkedő személy vehetett át életműdíjat. És sajnos ilyenkor olyan munkatársakat kell megjutalmaznunk, akik távozó félben vannak. Ebből az egyik azért azt kell, hogy mondjam, hogy nyugdíj után folytatja a munkáját, hiszen szükség van személy duzzanatra a kórházba, illetve bővülésre, hiszen elég, mint mindenütt a magyar kórházakban személyi gondokkal küzdködünk, szakemberhiány miatt. Nagy Tiborné 1975-től, mint pályakezdő, Jászberényben kezdte hivatását segédasszisztensként. 43 éven keresztül segítette, támogatta a Jászberényi Kórházban betegembertársait. Nagy Tibor név folyamatosan törekedett szakmai ismereteinek bővítésére, munkáját lelkiismeretesség, fáradhatatlanság jellemezte. Kiváló koordináló, az idősek iránti tisztelete és szeretete példaértékű. Hát nagyon nagy elismerés, meg kell, hogy mondjam. 43 éve dolgozom a kórházban, és hát számomra azt hiszem, hogy ez a koronája a 43 évnek, főleg így, hogy most jöttem el nyugdíjba. Hogy mit jelent a díj? Minden elismerés, amit én kaptam, az arra ösztönzött, hogy még többet és még jobban. És mivel még nyugdíjasként szeretnék dolgozni a kórházban, ezért arra ösztönöz engem ez a díj, hogy még nagyobb ambícióval és még többet tegyek azért, hogy valóban érdemes legyek rá. Az elismerések átadását dr. Gál János osztályvezető főorvos előadása követte, melynek témája a kórház 50 éves gasztroenterológiai ágazata volt, amelyet még számos érdekes és hasznos prezentáció követett, s volt kerekasztal tanácskozás is.